Sziasztok! Tegnap Péter árulás történetébe kezdtünk bele, és abba, hogy Jézus megmondja Péternek azt, hogy el fogja árulni, meg fogja tagadni, elmondja a pontos részleteit ennek a tagadásnak is, és most azt a történetet fogom felolvasni, amiben ténylegesen megtörténik az, amit Jézus elmond Péternek. A Lukács 22-ből az 54. verstől fogom olvasni. Miután pedig elfogták Jézust, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűzvilágánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és rászólt. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Még beszélt Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter ekkor visszaemlékezett az Úr szavára, mikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. Gondolhatjátok, hogy ezek után Péternek mi jutott eszébe az összes kakas kukorékoláskor, amikor azt meghallotta. Biztos vagyok benne, hogy eszébe jutott az árulása, de eszébe jutott az, hogy Jézus helyreállította ebből, és eszébe jutott az a nagy kegyelem, hogy Jézus megbocsátotta neki ezt a bűnt, helyreállította, és azt mondta neki, hogyha megtérsz majd, erősítsd a te atyád fiait, a te testvéreidet. És most kicsit erről az elárulásról és a helyreállításról is szeretnék nektek beszélni. Arról mégpedig, hogy milyen fontos volt Jézusnak az, hogy előre megmondjon dolgokat, és azért méghozzá, hogy tudják a tanítványok azt, hogy ő nem egy ember volt, hanem ő Isten, és egy mindentudó, mindenható Isten, és a szavaiban higgyenek, mert ő nem csak a közeljövőre mondott dolgokat nekik, hogy meg fog halni, fel fog támadni, ilyesmi, hanem a távoli jövőre nézve is mondott a tanítványoknak sok mindent, és ezt például az egyik, amit mondott nekik itt a vacsora történetében, ami engem nagyon megérintett, méghozzá az, hogy ugye azon vitatkoznak a tanítványok, hogy ki a nagyobb közülük. És mindezt abban az órában teszik, ami Jézusnak az utolsó órái itt ezen a földön, amikor Jézusnak különösen szüksége lenne a támogatásra, a tanítványainak a jelenlétére. És ezen vitatkoznak a tanítványok, és akkor mossa meg Jézus a lábukat. És tudja Jézus, hogy Júdás az egyik elárulja őt, és tudja azt, hogy Péter is el fogja árulni, és meg fogja tagadni őt. És mégis kijelenti azt,
ebben a történetben, ami engem annyira meglepett és megérintett, méghozzá ez: ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. A tanítványoknak mindezek előtt még nagyon sok mindent végig kellett élniük, végig kellett élniük az üldöztetést, a mártírhalált, de hiszem és tudom, hogy a tanítványok emlékeztek Jézusnak ezekre a szavaira. Jézus pedig odaígéri nekik a királyságot, odaígéri nekik az ítélésnek a jogát a 12 törzs felett. Ezeknek az egyszerű tanítványoknak, ezeknek a halászembereknek, tudatlan, néhányan tényleg írástudatlan emberek voltak közöttük. És Jézus azok után, hogy vitatkoznak egymás között, azok után, hogy látjuk a természetüket, hogy árulók és megfutamodnak, ott hagyják Jézust a bajban, mégis Jézus kijelenti nekik ezt, hogy nekik adja a királyságot, amire annyira vágytak, végül az övék lesz. Sok áldozat árán, de az övék lesz. És Jézus ezért jelent ki sok mindent a tanítványoknak, hogy higgyék azt is, ami a távoli jövőben fog következni. Amit a mennyről mond, amit Isten országáról mond, az ő országáról mond, ami nem itt a földön következett be a tanítványok idejében, de majd be fog következni itt a földön is az 1000 éves birodalom idejében. És hadd mondjak pár ilyen dolgot, amit Jézus előre megmondott a tanítványoknak, hogy higgyenek. Például emlékeztek arra, amikor mennek a páska vacsorához, és elküldi a tanítványokat, hogy készítsék elő ezt a vacsorát, és azt mondja nekik, hogy látok majd egy férfit vizet vinni a vállán, és ahova ő bemegy abba a házba, oda menjetek be ti is, és ott készítsétek el a vacsorát. És abban az időben Izraelben nagyon-nagyon ritka volt, amikor férfi vitt vizet. Ez volt az ismertető jele a tanítványoknak, hogy hova kell menniük, és minden úgy történt, ahogy ő mondta. Vagy amikor például a szamárról beszél nekik, hogy látnak majd egy szamarat, és azt kössék el, és majd el fogja engedni a gazdája azt a szamarat, amin ő be fog vonulni Jeruzsálembe. Ez is úgy, azt írja az ige, úgy lett, ahogy ő előre megmondta. Vagy még különlegesebbet említek, amikor az adópénzt ugye nem tudják befizetni a tanítványok, és Jézus. És Jézus azt mondja Péternek, menj el, fogd ki egy halat, nyisd ki a száját, és ott lesz benne a pénz, és add oda ezt az adópénz a templomnak. És megjövendő, vagy elmondja Jézus a tanítványoknak azt is, hogy neki meg kell halnia, de fel fog támadni harmadnapra. És elmondja ugye azt Péternek itt, hogy el fogja őt árulni. Elmondja Júdás árulását is. És mindezt azért, hogy a tanítványok higgyenek az ő szavainak. És te hiszed-e azt, amit Jézus mond? Hiszed-e azt, hogy az ige, amit ő mond, az mind igaz, az igazság? És hogyha ezt hiszed, akkor rád teszed-e az életedet ezekre az igazságokra? Próbálsz-e, és élsz-e úgy, ahogy ezek az igazságok azt tanítják neked? Látjuk a tanítványok életéből, hogy mi a magunk természete alapján nem tudjuk megtenni ezeket az igazságokat.
Nem vagyunk képesek erre. A magunk természetéből csak elárulni és megtagadni tudjuk Jézust. De Jézus odaígéri a szent lelket a tanítványainak, és odaígéri a szent lelket nekünk, és azt mondja nekünk, hogy nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, és elküldöm a szent lelket, aki bennetek fog lakozni. És ez az az erőforrás, a szent lélek, ami erőforrásunk arra, hogy tudjuk cselekedni a jót. Jézus halála a garancia és feltámadása arra, hogy megszabadított bennünket a bűneinktől, hogy az ő igazsága lehet a miénk. De a Szentlélek ereje tesz bennünket alkalmassá arra, hogy ezt az új természetünket nyilvánvalóvá tegyük, hogy ez az új természetünk nyilvánvaló legyen, hogy győzni tudjunk a bűneink felett, és meg tudjuk tenni azokat az igazságokat, amit Jézus mond a Bibliában. Nagyon fontos ez. És azt mondja az ige, hogy ne adna az Isten szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És ő az, a Szentlélek a garancia, a Szentlélek a biztosítéka annak, hogy győzni tudsz a saját természeted felett. Kívánom nektek, hogy ezek az igazságok menjenek mélyen a szívetekbe, gondolkodjatok rajta, és gondolkodjatok azon is, hogy és adjunk hálát azért, hogy Jézus nekünk ígéri a királyságot. Ilyen embereknek, akik képesek elárulni őt, képesek arra, hogy megtagadják őt, de a Szentlélek erejével képesek helyreállni, képesek megbánni a bűneiket, és képesek növekedni, fejlődni, tenni az igazságot. Minden jót nektek, sziasztok!